Ebben a mostani időben új és régi fogalmakra nézve, bibliai látásmóddal tekintünk, és igyekszünk kikutatni és szeretettel megvilágosítani mindazt, ami a mindennapokban foglalkoztatja az embereket. Szeretnénk reményeink szerint megtalálni Isten válaszait mai kérdésekre. Az Úr Jézus szeretetével köszöntjük a Reformáció ma műsorának nézőit. A mai napon Takács Feri helyén most én ülök, mert Feri kórházban van, és a műsor vendége, Takaró János, nagy tisztelt úr, a Kelemföldi Református Egyházközség lelkipásztora. Nagy szeretettel köszöntünk János itt a műsorba. És most mi fiatalok próbálunk műsort készíteni Feri nélkül, aki a kórházból néz bennünket, és gondolom, hogy imádságban támogat ezután is jobbulást kívánunk neki, és kérjük a nézőket, akik szeretik nézni ezt a műsort, hogy imádkozzanak Feriér és a mielőbbi gyógyulásáért, hogy visszatérhessen ide a műsorba, és tudja folytatni az ő szolgálatát. A mai nap egy nagyon döbbenetes témát hoztunk elő, hiszen az egész magyar közvéleményt megrázta, sőt felkavarta a Kegyelmi Botrány, ha így lehet fogalmazni. És ez a Kegyelmi Botrány a Kegyelem szót gyakorta használja így a cikkekbe, a tévéműsorokban számtalan módon találkozunk a kegyelem kifejezéssel, és nagyon sokszor pont az a probléma, hogy a kegyelem kifejezése, ahogyan ez a jogban, vagy a bírósági gyakorlatban, vagy a köztársági elnök helyzetében előfordul, és ahogyan az egyház értelmezi, hogy a Bibliába előfordul, ez annyira összekeveredik, hogy sokszor az emberek között teljesen. Um, Nehéz kiigazodni, hogy kinek mi is a vélemény, és amikor beszélgetnek, ugyanazt a szót használják, de teljesen más dolgokat értenek rajta. És arra próbálunk egy kísérletet tenni ebbe a műsorba, hogy, hogy reformátusként a Bibliához visszakanyarodva, egy kicsit a napi eseményektől fellélegezve, egy bibliai történeten keresztül nézzük meg, hogy hogy, hogy is jelenik meg a kegyelem, amikor egyébként jogi eljárás is van, meg kegyelem is van és János, téged kérlek meg, hogy ezt a bibliai történetet, akkor te vezess fel, hogy, hogy, egy történeten keresztül ezt a kegyelmet hogyan lehet mélyebben megérteni. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy, hogy, hogy itt lehetek, és hogy ezt beszélgetésbe én is belekerültem, és nagy szeretettel köszöntöm én is a, a, nézőket. Most pont készülünk, így az ünnep környékén vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ahogyan rézünk arra, hogy Krisztussal mi történt, hogy történt, ugye ő, ahogyan a Golgot a kereszt halára készül és afelé tart az élete, különböző perekbe vagy bírósági eljárásokba kerül bele, először zsidó törvény szerint, aztán pedig a római törvénykezés szerint is bírósági tárgyalása van, és egy akkoriban egy nagyon érdekes gyakorlatot gyakoroltak gesztusként a rómaiak, hogy az ünnepek környékén kegyelmet adtak egy, 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 már elítélt bűnösnek, és ezt a gesztust próbálja Pilátus megtenni, hogy elengedje Jézust, akit ártatlannak tart egyébként, de a nép választásaként barabást engedik el végül. És ennek az történetnek mindenképp egy fontos tanúsága az, hogy, hogy a, a, kegyelem az sokszor, sokszor egy, egy egy gesztus, amit, amit a hatalom gyakorol azért, hogy a, hogy a nép vagy a, a, az adott közvélemény kedvére tegyen. Ebben az esetben azt fejezi ki, hogy látjátok, hogy mi milyen kegyelmesek vagyunk, hogy, nem, hogy, 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 hogy van olyan, hogy valaki kap egy új lehetőséget és egy új esélyt. De ebben az esetben ez, ez valóban egy, egy olyan gesztus, ami, ami hatalomnak a. A hitelét javítja, javítja, vagy javíthatja, és erről szól. És aztán látunk ebben a történetben egy másik. Csak, bocsánat János, hogy itt azért nagyon fontos de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy egyébként Barabás miért volt börtönbe, és miért kellett neki kegyelmet adni, miért volt ő elítélve, és Jézust mivel gyanúsították, miért akarták őt elítélni, hogy ezt lássák az emberek. Igen, hát Barabás egy rablógyilkos volt, valóban bűnöző volt. És, és, megérdemelte volna a büntetést, de a nép akaratára is így kegyelmet kap. Még Jézust ugye azzal gyanistották, hogy ő a zsidók királya, és hogy ennek az volt a lényege, hogy valami fajta uszító is a római hatalommal szemben, és ő, és ő ezzel akar magának függetlenséget és hatalmat gyakorolni Rómával szemben. A népet akarja maga pátyára állítani, és esetleg fellázítani, de ugye erre nem volt semmilyen bizonyíték, és éppen ezért akarta Pilátus szabadon engedni őt. Úgyhogy ez ez történik ebben a, a, az eljárásban, és ennek az ellen ellenpólusa lesz majd a a keresztjén a Jézus mellett megfeszített Lator, aki, aki ugyan teljesen jogosan e, nem kap kegyelmet, hanem hanem halára ítélik a bűneiért, e, Jézus azonban kegyelmet hirdet neki, és azt mondja neki, hogy bizony mondom, neked még ma velem leszel a paradicsomban. Vagyis, hogy az Isten oldaláról e fölött, az élet fölött viszont a, a kegyelemnek, az élet ígéretének a, a, a döntése hangzik el Jézus szájából. És itt láthatjuk azt, hogy hogy kegyelem és kegyelem között egészen nagy különbség lehet. De mindenképpen szeretném visszadobni neked is, hogy te is beszélj, beszélj ezekről, ahogyan te látod ezeket a történeteket. Ezt, amit mondtál, hogy a kegyelem és kegyelem között nagy különbség van, hogy amikor Barabást elengedik azért, hogy a népjő indulatát megnyerjék, a szöveg, a Biblia feljegyzi, hogy a népből azért kiabálták azt, hogy Jézus feszíts meg, mert némelyek pénzt adtak, némely hangadónak a tömegből, hogy ezt kihabálják, hogy, hogy feszítsék meg Jézust. Tehát a tömeg nem volt elfogulatlan, hogy így fogalmazunk a bibliai történetben. Na most azért a nézők azért értik, hogy napjainkban sem elfogulatlan a tömeg vagy a közvélemény, csak másképpen, tehát némelyek pénzt adnak valakinek, hogy a tömeget arra vegyék rá, és akkor nem kell ezt jobban kifejteni, mert mindenki tudja ennek a komplexitását, vagy, vagy látja ennek a súlyát de mégis az látható, hogy Pilátus elengedi Barabást, de ettől nem feltétlenül változik meg Barabás. Szóval hiába úgymond ő kegyelmet kap, ő ettől nem feltétlenül lesz egy új ember. Bár van a Barabás színű film, amivel végül Barabás tényleg megtér a végén, de ez már egy fikció, ez nem a Bibliában van benne. De egyébként nagyon szép film, nagyon hangulatos, nekem nagyon tetszett. És Jézus esetében, amikor pedig a Latornak kegyelmet ad, akkor végül is pont az, amit mondtál, hogy a latoron végbe megy az ítélet, és meg is hal a lator, szörnyű kínok között, mert eltörik aztán végül a lábszárcsontját is, de hogy mégis maga a lator megváltozott. Egy másokat káromló, gonosz emberből egy, egy, egy alázatos, istenfélő ember lett, és ami a legnagyobb változás, hogy, hogy Jézus szava szerint bemegy az örök életre. Ez, ez fantasztikus, ez a, a kétfajta kegyelem is. Nem tudom, hogy, hogy napjainkban hogyan jelenik meg ez a kétfajta kegyelem, tehát az emberek gondolkozásában hogyan látod, hogy megjelenik az egyik is, meg a másik is, az egyházon belül is akár. Először talán beszélnék arról, hogy hogyan, hogyan működünk mi alapvetően. Tehát, hogy mint emberek hogyan gondolkodunk arról, hogy, hogy ki érdemel kegyelmet. Hogy érdekes, hogy mi, hogy mi szoktunk igen. így gondolkodni, ki érdemel kegyelmet. Tehát, hogy vannak bizonyos... Uh, uh, Tettek bizonyos dolgokat, amiket a, a, a törvény megbüntet. És ezek alól nem lehet kikerülni, mert ha valaki ezt megtette, akkor akkor ezért ítélet és egyfajta büntetés jár. De megvizsgálva a, a körülményeket egy, egy egy tágabb kontextusban, azt tudjuk mondani, hogy lehet, hogy vannak az adott illető életében olyan e, körülmények, ami miatt. E, irgalomra indulunk felé, és azt gondoljuk, hogy bár valóban megtette ezt a dolgot, de valahol tudunk mi ezzel rezonálni. Tehát, hogy valahol, valahol megértjük, hogy mi vitte rá, valahol látjuk benne azt az embert, azt az arcot, ami, ami talán mi is lehetnénk egy adott szituációban, hogyha mi kerülnénk abba a helyzetbe. És éppen ezért az emberben egyfajta irgalmasság, egyfajta együttérzés, egyfajta Kegyelmi vágy elindul, hogy, hogy az adott embernek a, a büntetését azt, azt, azt vegyük el, vagy mérsékeljük. És ez a fajta kegyelem, ez működik működik a napjainkban is, tehát hogy, hogy látjuk azt, amikor, amikor valakira azt mondjuk, hogy valaki mondjuk megélhetési bűnöző, akkor azt mondjuk, hogy mert nincs más választása, és mint az enyhítő körülmény. De hogy, hogy sok ilyen kategória van, van, ami már megjelenik a jogban is, és emiatt magát a büntetést mérséklik, van, ami pedig az embert arra indítaná, hogy hogy bár bár ezt a büntetést meg kell adni, és ki kell szabni, de ha van ennek valamilyen forma, mint mondjuk most a köztársasági elnöknél, akkor, akkor lehet, hogy egy, egy adott kérdésben mégis kegyelmet lehet adni. De ez nem mindenre vonatkozik. Tehát amikor, amikor viszont valaki egy olyan dolgot követel, el, ami, ami, túl van azon a mértéken, hogy tudnánk e felé azonosulni, vagy irgalmat tudnánk érezni az adott személy felé, akkor a, akkor a kegyelem az elfogadhatatlannak tűnik. És ezért azt mondom, hogy amikor mi a kegyelemről gondolkodunk, a magunk szíve, gondolata, szándéka szerint, akkor, akkor ez erős korlátok között Így működik. Így van. Te ez egy humanisztikus kiegészítője a jogrend eljárás rendjének, hogy ne legyen a jogrend, mint egy gép darálója a társadalomnak, Abszolút. hanem valami emberi plusz, nüansz megjelenhessen. Abszolút. Hát nem lehet mindent tökéletesen szabályozni és, és megjelenik egyfajta ilyen típusú emberségesség. De az Istentől jövő kegyelem az, az nagyon más, mert az nem, nem, az emberben levő felmentő körülményekre, vagy nem az ember felé való uh, szimpátiára nézve mondja azt. Nem, nem, azt mondja, hogy valaki méltó a kegyelemre, hanem a Szentírás arról beszél, hogy, a, hogy az Istentől jövő kegyelem az, az méltatlan és ajándék. Igen. Tehát, hogy ott valami, valami egészen másról uh, van szó, de erről beszélj egy kicsit uh, te, hogy hogyan látod azt a kegyelmet, ami, amit az Isten hirdet nekünk Krisztusban. Azt hiszem, hogy az a nagyon fontos dolog ebben, hogy, hogy, az egyik az egy ilyen feltételhez kötődő dolog, a másik meg egy, egy Isten oldaláról szuverén döntéséből fakadó dolog, tehát az ő személyéből, hogy ő kegyelmes és irgalmas és késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, ez fakad. De azért hozzátenném, hogy az emberekben van egy olyan téves értelmezés Isten irgalmasságával kapcsolatban, hogy az irgalmasság az nekünk jár. Ha Isten irgalmas, akkor az a dolga, hogy megbocsásson. Ha Isten irgalmas, akkor ő nem húzhatja fel magát semmin. De ez nagyon-nagyon távol áll a Bibliától. Tehát, hogy, hogy a Bibliában az van, hogy Isten irgalmas mindenkihez, és itt jön egy olyan bibliai fogalom, amit úgy hívunk, hogy kegyelmi idő, Isten irgalmas mindenkihez, a leggonoszabb néphez, nemzedékhez, csoporthoz, családhoz is irgalmas Isten egy ideig. Amíg nem jön el az ő ítéletének az ideje. Ebben az esetben a kegyelmi idő az ítélet felfüggesztésének az ideje. Amikor már megvan az ítélet, de még nincs végrehajtva. Igen, erre használja sokszor azt a, a, az új szövetség, használja, János használja, Pál, hogy harag alatt vagy hogy harag fiai, vagy hogy akik örökölni fogják a haragot. Tehát, hogy az ítélet megvan, de tart a kegyelmi idő. És az alatt lehet valaminek megváltoznia. De sok ember azt gondolja, hogy egyébként nincs ítélet. Igen. Tehát, hogyha kegyelem van, az kegyelmet tapasztalok, azaz a dolgaimnak nem lesz egyből egy súlyos következménye, vagy megúszok dolgokat, amiket Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert ebből baj lesz, akkor azt gondolom, hogy akkor megúsztam, és eznek semmilyen következménye nem lesz. Holott valójában ott van fölötte az ítélet, csak még nem jött el az ítélet napja, az ítélet órája az ő számára. Mint hogy amikor a társamban van egy hosszan elhúzódó bűncselekmény sorozat, de valakit vagy elkapnak, vagy még nem, nem kapta meg az ítéletet, még nem kezdték el végrehajtani, addig lehet, hogy ameddig nem kapták el, addig azt gondolja, hogy ezt meg fogom úszni. Mm. Pedig tudja, hogy mit csinál, meg tudja, hogy ez nem megfelelő, de addig azt gondolja, hogy megfogyózni. Most alapvetően, nekünk ez a tendenciánk, hogy azt gondoljuk, hogy alapvetően mindenki meg fogja úszni, hát Isten irgalmas, nem lesz semmi de, ez a kegyelmi idő. És a kegyelmi idő pont arra való, hogy felismerjük azt, hogy Isten ítélete alatt vagyunk, és ez az ítélet, ez már valakin beteljesedett. Hm. És ez, ez, hogyha János, te mondanál néhány szót erről, hogy, hogy, mit is jelent ez a ez az beteljesedett ítélet, ami, ami egyetlen menedékünk a végrehajtandó ítélet alól. Igen, pontosan, pontosan ez az, ami, ami, amiről a, 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 nagypéntek, a húsvétnek az ünnepköre szól. Arról, hogy van valaki, aki, aki a, a helyére áll az embernek, az ítélet és az ember közé áll, és azt mondja, hogy, 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 én vállalom, vállalom a sorsodat, vállalom azt, hogy amiért neked kéne fizetned, azt én fogom megfizetni vérben, életben. Tulajdonképpen a keresztény kegyelemnek az egyik oka, az nyilván az Isten motivációja, ami a szeretete felénk. Ez nem egy kiérdemelt szeretet, hanem egy, hanem egy döntés alapú szeretet, hogy Isten úgy döntött, hogy szereti a világot, szereti a, a még az ellenelázadó bűnös embert is, aki, a, a, aki az élet szent szabályait szegi meg. Mert az Istennek nem az a baja a bűnnel, hogy nem tetszik neki. Igen, hanem nem az, egy hogy, dolog. Igen, hanem az, hogy, hogy, hogy egymást károsítjuk meg benne, és ezzel az élet szabályt szegjük meg tulajdonképpen. És, és, ennek mindenképp következménye kell legyen. Ezt mi is tudjuk, tehát, hogy valahol az embernek az igazságérzete is nagyon jól tudja ezt, hogy, hogy ennek kell következménye legyen egy, egy, olyan világban élni, ahol az igazság nem valósul meg valamilyen formában, az nagyon rossz, nagyon, nagyon depresszív, nagyon lehangolja az embereket, reménytelenné teszi. Vagy az ellenkezőjét kihozza az emberből a legrosszabbat, hogy akkor bármit teltek, hiszen nincsenek következmények. a nem ellentéte az igazságnak. Tehát nem. a Bibliában ez nagyon fontos, nem. hogy nem ellentéte. Tehát nem az, hogy van az igazság, de egyébként attól független van a kegyelem, és az az igazságot hiába valóvá teszi, nem? Nem, persze. Ugye az igazság az az, hogy, 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 az emberek mindannyian, ahogyan élünk, a bűneink miatt ítéletre várunk, vagy ítélet alatt vagyunk, mert, mert nem tudunk és nem is akarunk úgy élni, ami, ami, ami hibátlan, szent és tiszta lenne, vagyis bűntelen. És, és éppen ezért az ítélet az, az készen van, és Jézus Krisztus viszont eljött, hogy ezt az ítéletet magára vegye. Ugye ezt úgy fogalmazza meg egyszer Pálapostól, hogy, hogy megbékítsa a világot az áldozata által, hogy Isten és is a világ között legyen egy megbékélés, egy, egy rendezése ennek a dolognak. De ez a rendezés nem úgy jön létre, hogy Isten igazságot szolgáltat és, és végrehajtja rajtunk a jogos bírói ítéletet, hanem, hanem úgy jön létre ez a rendezés, hogy Jézus Krisztus vállalja magára ezt ugye azt is mondja, amikor készül a keresztalára, hogy nem kell le kiindom azt a poharat. Igen. És ugye ez a pohár az Isten haragjának, az Isten ítéletnek a jelképe, a szimbólum a Bibliában sokszor, amit Isten vagy megitat, vagy kiönt. És, és akkor valósul meg az ítélet. Jézus pedig azt mondja, hogy nem kell -e ezt nekem kiinnom. Hmm. És ugye az van mögötte, hogy, hogy azoknak, akik Jézusban hisznek, azoknak ne kelljen. Nem azért, mert nem érdemelnénk meg, hanem mert az Isten kegyelmes. Tehát a kegyelemnek az oka az nem, nem bennünk van. Nem, nem rajtunk, nem bennünk van, az, nem bennünk kell keresni azt az enyhítő körülményt jó emberségben, vagy de én ezeket jókat tettem, vagy, vagy megérthető, hogy miért hoztam azt a döntést. Nem erről van szó, hanem arról, hogy van valaki, aki helyettem odaállt, és azt mondta, hogy, hogy én vállalom ennek a következményét. És akkor neki már, neki már nem kell. És kegyelmet kapott. És éppen ez a kegyelem az, ami egyébként életváltozást is eredményez. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy hát végül is csak meglátták, hogy megérthető volt az a rossz, amit elkövettem, hanem az van mögötte, hogy, hogy engem teljesen méltatlanul uh, ajándékból felmentettek, és kaptam egy tiszta lapot, és kaptam egy új lehetőséget, és, és az Istentől uh, életutat teret nyitott nekem, hogy, hogy, hogy gyere, kezd újra. De most már ne úgy, hanem Igen, velem. Így van. Picit erről beszélsz Igen, és ez a reformációban annyira fontos volt, hogy, 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 hogy jön ez az egyedül kegyelemből kifejezés, a szólagrácia elv a reformációba, ami azt mondja, hogy a kegyelem annyira jelentős, hogy a kegyelem elég az egész élet összes problémájának a megoldására. És persze ugye mindig felmerül az, hogy ha valaki jogilag kegyelmet kap, nem következik a bűneinek be a büntetése, az az igazságszolgáltatás nem teljesül, akkor ez az ember lehet, hogy nem változik meg. Sőt, tovább megy a gonoszságban, mondva, hogy ezt is megúsztam. Akkor hogyan lehet az, hogy a keresztényeknél Krisztus helyettes áldozata és kegyelme mégis egy életváltozást változást? indít el, tehát nem úgy érzi az ember, hogy ezt megúztam, tehát bármit csinálhatok, hanem pont úgy érzi, hogy mivel már egyszer én elítéltettem, és pálaposra lesz mondja, hogy Krisztusra együtt meghaltam, ezért már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, és azt az életet, amelyet etesben élek, a Jézus Krisztusban való hitben élek, élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tessék, ez annyira nagy dolog, amikor valaki ezt átéli, hogy ezt a földi életet, a Jézus Krisztusban való hitben élek, aki megkegyelmezett, az életét adta értem, az tényleg megváltoztatja az egész életet. Mert ez nem pusztán egy, problémának, egy bűnnek a megoldása, hanem ez az életemnek a magához ölelése Isten által, az a fajta új közösség megteremtése Krisztus és, és az én életem között, amire mindannyian vágyunk a szívünk mélyén, ami nagyon hiányzik, amíg ez nem történik meg. És amikor ebbe belekóstolunk, akkor, akkor az döbbenetes erővel hat. De mi van azokkal a keresztényekkel, János, akik bár hirdetik a kegyelmet, meg megfogalmazzák, hogy ismerik a Krisztus kegyelmét, de nem változik meg az életük, sőt, ugyanazokba a dolgokba élnek tudatosan esetleg. Nyilván a szíveket az Isten vizsgálja, tehát hogy, hogy el lehet sajátítani egy, egy vallásos gondolkodásmódot, egy, egy biblikus, szentírás-szerű teológiai szóhasználatot, lehet kialakítani egy ilyen világképet. És mégis, ahogy a Jézus például beszélt a korabeli vallási vezetőköz, a farizeusokhoz, azt mondja, hogy a szájatokkal tiszteltek engem, de a szívetek távol van Látszott tőlem. A látszat jó, de a lényeg nem. Igen, tehát, hogy, hogy, létezik az a fajta vallásoság, és mindig fog is, amelyik, amelyik kívülről olyan, mintha, de, de szív szerint mégsem változott meg, mégsem változott, tehát nem történt ez meg. Illetve azt is látnunk kell, hogy a keresztény emberek nem büntelen emberek, hanem kegyelmet kapott bűnösök. Éven. Az embernek van egy, van egy pár így beszél egy ó természete, ami azért nagyon szeretne élni, és életben maradni, és érvényesülni, és az embernek vannak jellemhibái, az ember elkövet hibákat nagy nyomás alatt, kísértésben, bizonyos helyekben, a kegyelemből élni fog onnantól kezdve a hívő ember. Tehát aki valóban átélte ezt az életváltozást, ő már nem akar úgy élni, mint korábban, és hogyha ha mégis hibázik, vagy, vagy elbukik, akkor pedig azt rendezni akarja majd. Tehát megváltozik a viszonyulása azokhoz a dolgokhoz, amik az életében destruktívak, rosszak, és, és másokat megkárosítanak. Ezeket az ember nem takargatni kezdi, hanem, hanem, hanem beismerni, és igyekezni rendezni, igyekezni kárt ériteni, megtenni azokat a lépéseket, amiket meg tudunk tenni azért, hogy hogy amit árontottunk, az rendbe kerüljön. Tehát nem egy bűntelen élet lesz a következmény, hanem egy, hanem egy a saját hibáimmal szembe helyezkedő életvitel, ahol azokat igyekszem őszintén elismerni, és azokat amennyire lehet, és tőlem rendbe hozni. Tehát kegyelemből kezdünk élni. Az, az látható, hogy nagyon érdekes, hogyha valaki igazán megismeri a Krisztus kegyelmét, az nyitottabb a kritikákra. Hmm. Mivel, hogy van kegyelem. Tehát szembe merek nézni azzal, hogyha valamit elrontottam, nem kell állandóan, folyamatosan igazolni magamat, minden dolgomat, hiszen előfordulhat, hogy én nem is veszem észre, és olyat csinálok, és előfordulhat, hogy magamat is becsapom, és olyat csinálok, és szükségem van a kritikára, de ha nincs kegyelem, akkor elhordozhatatlan a kritika is, mert nem tudom megoldani, akkor igazolni kell, vagy valamit, Kompenzálni próbálok, vagy ilyesmi, vagy megharagszom, megszakítom a kapcsolatot azzal, aki megkritizál. De ha van kegyelem, és ebből a kegyelemből élek, hogy Jézus meghalt értem és elfogadott engem, akkor nyitottabb vagyok a kritikára. És ez szerintem egy ilyen fontos dolog, hogyha túlérzékeny egy ember a kritikára, és, 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 és ugyanazok a dolgok visszatérnek az életébe, akkor ott valószínűleg nem az a baj, hogy ő most. Nem eléggé törekszik a keresztény életre, hanem nem eléggé merít ebből a kegyelemből, amit ő megkapott. Önmagát akarja valahogy meg, ez az egyedül kegyelemből háttérbe szorult, és már valami más vett át a helyét, és itt érdemes visszatérni a kegye kegyelemre és a kegyelem mélyen megértésére. Még az szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit így érdemes így elmondanunk, hogy a kegyelemnek ez az életváltoztató ereje, ez a Káté így fogalmazza a Heideberi a reformátusok hitvallása, hogy lehetetlen, hogy akik igaz hitáltal a Krisztusba oltattak, azaz megtapasztalták az ő kegyelmét, a hála gyümölcseit ne teremjék. Tehát, hogy lehetetlen, hogy ez a kegyelem kiárat valakinek az életére, hogy abból ne következzen egy másfajta életvitel. És ha nem következik, akkor valószínűleg a kegyelem megtapasztalása hiányzik, és nem pusztán a viselkedést kell megváltoztatni, hanem a kegyelembe kell mélyebben belekóstolni, és a kegyelembe kell jobban elmélyülni. Viszont az utolsó téma, amiben még egy pár percünk van, hogy belemenjünk, mi történik akkor, ha nincs kegyelem? Ha a kegyelem dolog nincs, ha az ember kegyetlenné válik, nincs kegyelem, kész, az hogyan változtatja meg a világot vagy az emberek életét? Sokszor vallásos emberek is kegyetlenek, nem? Tudnak azok lenni, Sőt, nagyon tudnak azok lenni, azért, mert minél magasabb a, a, az erkölcsi standard, annál inkább kiviláglik, hogy mennyire nem felelünk meg neki. Így van. És ezért két jelenség az, ami megszokott valósulni kéz a kézben, amikor amikor úgy kegyességileg úgy szokták hívni, hogy törvénykezővé válik Igen. valaki, hogy ezt a kereszténységből így szoktuk hívni. Arról van tehát szó, amikor. Az a kettőség van, hogy, hogy a más felé nagyon, nagyon keményen mérek, tehát azt az erkölcsi uh, mércét nagyon magasra teszem neki, és közben, mivel igazából én sem felelek meg ennek a magas erkölcsi mércének, saját magammal kapcsolatban pedig vak leszek. Ugye ez kettős mércét jelent, Na, és igen. képmutató életet eredményez. Ez sajnos ismerő. Sajnos, sajnos ez, egy, ez, egy, ez egy sokszor megkapott vágya az egyháznak, ugye, hogy képmutatóak vagytok. Uh, és ez, és ezzel a lelkiség kialakulhat. Azt gondolom, hogy a gyökerén mindig valóban az van, hogy, hogy valaki a maga erejéből akarja bizonyítani a jó emberségét, ahelyett, hogy a kegyelemben bízva vállaljuk a magunk törötségét. Hmm. Mert igazából ezért is van, hogy Jézus Krisztusnak a sebei által gyógyulunk meg. Hmm. Az ember, amikor a kegyelmet megérti, az azt jelenti, hogy azt értem meg, hogy milyen-milyen rászorulok erre a kegyelemre. Hmm hogy mennyivel nem vagyok különb azoknál az embereknél, akiket egyébként megítélni, meg elítélni szoktam. Hogy mennyire nem vagyok méltó beleülni abba a székbe, hogy én kimondjam, hogy a többi ember mire méltó, meg mennyire értéktelen, vagy milyen, meg, ilyen, meg olyan, meg amolyan. Az az indulat, ami sokszor ez a gyilkos, leminősítő kegyetlenséget eredményezi az ember szívében, az, az helyette alázattá válik. Tehát nagyon sokszor a kegyelem felismerése, a szükségének a felismerése pontosan abból fakad, hogy az ember találkozik azzal, hogy, hogy, velem milyen mély bajok vannak, és velem milyen komoly bajok vannak. És hogy Isten ennek ellenére szeret engem, elfogadott engem, és vállalt engem a kereszten Jézus, hogy, hogy de nem, én nekem él annyit ez az ember, hogy bár ilyen, Hmm. Én mégis az életemmel fizetek érte, hogy ne neki kelljen ennek a következményeivel szembenézni. És ez valahol összetöri az embernek az egóját? Igen. Összetöri az embernek a, a jó emberségbe vetett hitét. És megszületik egyfajta, egyfajta alázat és egyfajta hála. És ezért van, hogy az ember azt mondja, én a kegyelemből élek. Mert kegyelem nélkül nem élnék, halál felé mennék. Igen, így van. És ott az emberben Megjelenik annak a felismerése, hogy, hogy, hogy ez, az én, ez az én lehetőségem az életre, hogy van kegyelem. És ez az ellenszere annak a kegyetlenségnek, amit az ember a jó embersége alapján másokkal szemben gyakorol, vagy időnként velünk szemben gyakorolnak, ami erősen megbélyegzi az embert egyébként. Van. És akkor minden, amit tettünk, ami a múltunk, ami változtathatatlan, az, az megbélyegez minket, és és gyakorlatilag rombolja az emberi méltóságunkat, az emberi értékünket. Ha nincs kegyelem, akkor, akkor minden egyes dolog, ami ott van a bűnlistádon, azt, azt vagy titkolnod kell, vagy ha vállalod, akkor, akkor az életed tele lesz olyan gyalázattal, amivel nem akarunk és nem is tudunk együtt élni. És sokszor az súlyos. emberek épp ezért próbálják ezt valahogy áthidalni mindenfajta módszerrel javarészt sikertelenül. Igen, de annyira jó, hogy van kegyelem. Tehát, hogy a Biblia azt mondja, hogy a pokolban nincs kegyelem, amikor a gazdag és Lázár példázatát elmondja Jézus, és ott egy gazdag ember az ítéletre kerül és szenved, de ott már nincs változtatási Fóval, nincs. lehetőség. Viszont Lázárnak pedig van örök vígasztalás, aki a Földön nagyon-nagyon sokat szenvedett. Azzal szeretném befejezni ezt a dolgot, hogy számomra ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, hogy az emberek könnyen kegyetlenné válnak. Kegyetlen a világ, én is kegyetlen vagyok. De a kegyetlenség pokoli környezetet teremt. Mm -hmm. És minél inkább realitássá válik számomra magam töredezettsége, annál nagyobb együttérzésem van azok felé, akik szintén töredezettek, és annál nagyobb készségem van arra, hogy együttműködjek, hogy együtt változzunk, formálódjunk, mert lehet, hogy az egész világot nem tudjuk úgy magunktól megváltoztatni, de a kegyelem minket megváltoztathat, és egymást bátoríthatjuk és segíthetjük, hogy a kegyelem által változunk. És számomra nagyon vízhangos az az igé, és ezzel szeretném befejezni, amit Pál Apostol ír a római levélbe, hogy a bűn zsoldja fizetsége a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban kívánom a kedves nézőknek, hogy Isten kegyelmű ajándékából éljék meg gazdagon az életüket, és ne a kegyetlenség, hanem inkább a kegyelmesség csodái, ízei bontakozzanak ki egyre jobban az életükben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!